kultúrtörténet és tudomány. Ezek voltak az idei szolnoki filmfesztivál jelszavai. Amikor a szegedi csapatunk belépett a Tisza mozi kávézójába, úgy éreztük, mintha kaptunk volna egy adag kultúrlöketet és egy adag melegséget. A Nemzetközi Filmfesztivált idén is megrendezték, ahol dokumentum és ismeretterjesztő filmek versenyezhettek egymással. Azért ragadtam tollat, hogy válaszoljak arra a gyakran hozzám intézett kérdésre, hogy nőlétemre miért lettem rabbi. A rendezők és vágók egymástól egészen eltérő filmeket varázsoltak vászonra, így a zsűri feladata nem volt egyszerű. 15 ország közel 100 filmjéből válogattak, végül a versenyprogramban 35 film került be. E szűk körbe a Szegedi Egyetem hallgatói Pap Melinda, Vörös Zoltán steampunk alkotó remek példa arra, hogy egy kis kreativitással bármilyen használati tárgyat lehet steampunkosítani. Legyen szó akár egy karúráról, egy pendrive-ról, vagy épp egy komplett laptopról. És Dóczi Attila filmjét is beválogatták, ami legnagyobb örömünkre. Fantasztikus érzés igazából. Első részemben most döbbentem rá, hogy elkezdtem olvasgatni azokat a leírásokat, kik azok az emberek, kik azok a rendezők, akik csinálták a filmeket, és akkor döbbentem rá, hogy mindenféle nemzetközi díjakat nyert, saját filmstúdiót alapító emberek. Tehát itt ekkora, ilyen szintű emberek mellé bekerülni, hát fantasztikus érzés. Ugye a képzőművészeti részben a tudományos film nem egy olyan hívó szó, amire tömegesen jönnek az emberek, és akkor gondoltuk, hogy megszólítunk olyan felsőoktatásban részvevő hallgatókat, akiknek talán érdekes lehet, amit mi tudunk kínálni. És hát úgy tűnik, hogy ez sikerült, mert évek óta egyre többen jönnek hozzánk. Olyan impulzusokat adnak ezek a filmek, hogy hazamész, lefekszel az ágyba, és még gondolkodsz rajta, hogy úristen, ilyen is van a világban. És valamilyen szinten azért, talán ez a gyönyörű ebben a szakmában, hogy ilyen dolgokat tudnak adni az embereknek. A hagyományokhoz híven idén is jelen volt az ország több egyeteméből összeberúvált diákzsűri, akiknek megosztott díját a tükör mögött, és a Korana című dokumentumfilmek kapták. Általában szokott diákzsűri lenni már, vagy egy évtizede a különböző szemléken. Itt is minden évben van most már 3-4 éve, amióta így a Szegeddel egy szorosabb kapcsolata van a Szolnoki Fesztiválnak, és úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, hogy egy másik generáció is találjon valamit nagyon jónak. Az alkotók művei közelebb vittek bennünket az ismeretterjesztő filmek világához. Rák József rendező szavaival élve a hiteles dokumentumfilmekért meg kell küzdenünk. Szerinte fontosak azok az alkotók, akik feladatuknak tekintik a tudományos alaposság felmutatását. Nem az a lényeg, hogy egy-egy konkrét dolgot megcáfoljon az ember, persze ez is fontos, hanem az lenne szerintem az irtózatosan fontos, hogy az emberekben kialakuljon egy olyan módszer, egy olyan szemlélet, hogyha hallok valamit, akkor azt hogyan közelítsem meg úgy, hogy azt arról el tudjam dönteni nagy valószínűséggel, hogy most igaz vagy butaság. A fesztiválon egy kisebb országos egyetemi találkozót is szerveztek, ahol tanszékvezetők, szakirányvezetők és rendezők osztották meg nézeteiket a fiatalsággal, és hasznos tanácsokkal láttak el bennünket. Gyakorlatilag nincs egy 3 éves terminus benne, hogy én megtanulom, hanem veszek magamnak egy bármilyen eszközt, és már én úgy gondolom, hogy filmkészítő vagyok, hiszen hát az az eszköz, az a technikai kép, ami abban keletkezik, az keletkezik. Az alapvető kérdés az, hogy mi szükség van erre rád vagy rám. Na azért kell filmet csinálni, hogyha valaki erre választ tud adni, hogy mi szükség van a kép, a technikai kép keletkezési folyamatában ő rá, akkor érdemes filmet csinálni. Ez az igazi csodája a mozgóképnek, ez a kontextualitásban való élete, hogy egyszer csak átlényegül, átformálódik, máshova kerülnek a hangsúlyok. Most ennek a megtanulása, ennek a gondolkodásnak a megtanulása lényegében egy ilyen
vizuális szenzibilitás, egy ilyen érzékenyítés. Most ezt mindenki magán kell, hogy elvégezze, erre adhat egy tanács stimulust, ötleteket, mindenfélét játszhat, mert a képekkel elsősorban azért nézni és játszani kell, élvezni őket szeretettel. Nem csak a filmek megtekintése, a filmekből való tanulás miatt fontos, hanem azért is, mert közösségek alakulhatnak ki. Ám Demeter István és szervezőbizottsága nem csak a filmekre és a munkára gondolt, hanem arra is, hogy ellazítsuk magunkat. Az egésznapos programok után a kávézóban várt minket a Mega Fröccs nevezetű monstrum. De nem csak a fröccs hatása hozta meg a hangulatunkat, hanem a kellemes társaság is. Egy szóval a Szolnoki Filmfesztivál nem szűkölködik jó filmekben, szakmailag elismert nevekben, meghitt hangulatban és nagyon sok nevetésben. Mi magunk is sokat tanulhatunk, ha figyelünk és részt veszünk. Megéri.